itthon Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Vármezőre kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Marosvásárhelytől 38 kilométerre északkeletre a Kisnyárád vagy Kiság és a Nagynyárád, Nagyág vagy Vármezőpataka összefolyásánál fekszik. Közigazgatásilag Nyárád remetéhez tartozik. Nevét a felette magasodó Várhegyen állt egykori várról kapta. A Várhegy alatt a 18. század elején Bornemisza József állítatott kápolnát, amely 1817-ben még állott, de Orbán Balázs már csak romjait látta. Bár 1910-ben hivatalosan még nem volt lakósága, az anyakönyvek tanúsága szerint néhány család már a 19. század közepétől lakja. Ma a település turisztikai központ, amely egyre inkább üdülőfalu jelleget kap. Itt van Románia legnagyobb pisztráng tenyészete. Híres a halászcsárdájáról és a minden szeptember végén megtartott hőlégbalon fesztiváljáról. Az 1896-ban született Lokodi Gergely a Nyárád Nagyágán egy új vízifűrészt helyezett üzembe. A vállalkozásba betársult a kapitalista nagytőke, és ennek eredményeként 1929-ben megalakult a Lokodi Etko faipari részvénytársaság. 1934-ben a gyár alapító Lókodi Gergely kilép a részvénytársaságból, és a végkielégítésből a lapos nevű dűlőben földet vásárol, melyen halastavat létesít, melyeket szivárvány pisztránggal népesít be. A halüzemben a II. Világháború jelentős károkat okozott. 1948-ra ismét nyerességes vállalkozássá vált, az államosítás azonban gátat szabott ennek a fejlődésnek. Az 1989-es rendszerváltást követően a Lókodi család visszakapja a tórendszer egy részét. 1994-ben megépül a mai halászcsárda magját képező első épület. Az újjáépített halászcsárdát 2009-ben nyitották meg a vendégek előtt. Ha valaki Vármezőre látogat, nem csak a természet bűvöli el, hanem vendégszerető emberek várják, akik tisztelik őseik hagyományát. Gazdag a népi kultúra, még fellelhetők a hagyományok és a népi mesterségek. Igaz, itt is lassan már csak az emlékezetekben élnek a fonók, a kalákák, a fergeteges szórakozások. Még van iskolája, de egyre kevesebb gyerek veri fel az iskola csendjét. A fiatalok közül van, aki külföldön próbál szerencsét. Nagyon sok a hétvégi lakós, akik az őslakossággal megpróbálnak békésen együtt élni. Vármezőbe a turizmus, ez egy új keletű dolog. Tele van a falu turistával, de inkább hétvégeken és ünnepnapokon. Effektív májustól szeptember végé, október elejéig van, amikor igazából vendég van, és turizmus szempontjából is. A többi az eléggé gyenge időszak. Ez halastó jelen pillanatban 5 hektáron van. Aki szereti Erdélyt, annak mindig lesz jövője. Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Tóth Erzsébetet és Széles Sándort hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek útad mutassatok. Mutassatok.
Lokod Imre vagyok Vármezőből. Tele van a falu turistával, de inkább hétvégeken és ünnepnapokon. Hányan lakják Vármezőt? Az őslakósokra gondoltam. Gondolom, hogy olyan 300 körül még vagyunk a faluba őslakósok. Ugyanennyi, ha nem több, úgymond új lakós, akik hétvégi turisták, szezonos turisták, tulajdonosai a hétvégi házaknak. A vármezőek mivel foglalkoznak, miből élnek? Csak a turizmusból, vagy gazdálkodnak is? A turizmus Vármezőbe ez egy új. A régi hagyományos életmódhoz hozzátartozik a falusi, kicsi családi földművelés, sajnos most kevés állattartás, erdei munka, és most új tevékenység a dísznövénytermesztés. Sokan foglalkoznak dísznövénytermesztéssel? Dísznövénytermesztéssel egy személy foglalkozik, Lokodi Gergely. De munkát ad néhány vármezőinek is, gondolom. Igen, igen, munkát ad. Szám szerint nem tudom, de a csapatot látom minden reggel, hogy mennek, délbe mennek elvédelni, este pedig mennek haza. Gyönyörű völgyben van ez a vármező, erdő veszi körül. Régebben erdészként is tevékenykedett, akkor több volt az erdő, mint ma. Vagy itt Vármezőn ez nem érződik különösebben, itt megőrizték az erdőt. Én személy szerint 40 évig dolgoztam az erdőgazdálkodásba, és itt Vármezőben nincs erdőhiány azért, mert egy az egybe itt a falu körül egy bükk zónába vagyunk, ami természetesen felújul. Persze hivatalosan, kötelező módon követve van, hogy a végvágás csak akkor történhet meg, amikor legalább 80%-os felújulás van. De az erdőt nézni kell az egy éves csemetétől a 150 éves fáig. A fenyőzónába viszont lévén állami tulajdon az utolsó ári terület be van ültetve. A szél kárt csinál-e, vagy állatok kárt tesznek az erdőbe, törik le a fákat, vagy a friss csemetéket, ilyen gondokkal küzdködnek-e? Én személy szerint éltem két alkalommal a szél okozta törést a fenyőerdő zónájába 1975-be és 1995-be. Ez jellemző a lucfenyőerdőkre. A bükkerdőbe egy hó okozta törés, ami volt 1989-ben, májusi hónap elején, amikor ilyen késői havazó azt tett kárt az erdőbe. Különösen nem lehet mondani, hogy nagy károkat okoznak az állatok az erdőállományba. Van sok vadállat? Véleményem szerint az optimális létszám van. Lehet, hogy a medve egy kicsit több van, mint amennyit hallunk a médiában, hogy nyilván van tartva. De még most különös problémát nem okozott. A 80-as években volt olyan eset, amikor egy az egybe elvitte a disznót a disznóolbó, de most még nem hallottam. Nagyon sok a vendégház és nagyon sok a hétvégi ház, amint említette. Mennyire kell bekamerázni, mennyire kell biztonságba helyezni ezeket a tulajdonokat? Mert itt, aki végigvonul, azt látja, hogy milyen nyugalmas, itt minden ilyen paradicsomi. Vannak-e ilyen gondjuk, hogy valahonnan jönnek, betörések vannak? Ilyen eset volt. A tettesek addig mentek, hogy olyan helyre is bementek, ahol meg is kerültek. Most nem hallottam. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Én voltam a
Ha még egyszer megtalálnám, bizony megbecsülném, kezit lábát összekötném, s a füstet feltenném. Messze mentem házasodni, bár ne tettem óra, édes kedves feleségem, bár ott vesztém óra. Ha az ördög olyan óra taliskába tenne, minél jobban fickálnoznál, annál jobban verne. Tarka barka rokolyának éjszakadt a ránca, rengesd uram a gyermeket, hogy menjek a bálba. Rengesd uram a gyermeket, hogy menjek a bálba, mert most vannak a legények a nagy mulatságba. Lokodi Imrének a nagyapja, idős Lokodi Gergely a 30-as években gondolt egy nagyot és merészet és halastavat létesített itt Vármezőn. Akkor újdonságnak számított? Biztos, hogy újdonságnak számíthatott akkor. Ez egy nagyon merész elgondolása volt, és egy merész terve a nagyapámnak, ugyanis az első világháború alkalmával a déli fronton találkozott pisztránktenyészet fogalmával, hazajött, a zöld aranyból kovácsolt tőkét, mert neki fogott egyedül fűrészelni a fát, jött az a hullám, amikor a zsidóság megkereste és megtelepedett az első falvakba, így a völgyekbe, mint Vármező, Parajt, Szováta, és Vármezőbe akkor bővítették, és egy fűrészgyárat létesítettek, aminek nagyapám 50%-os társtulajdona volt, és több mint valószínű, hogy már 30 előtt a részvényeit áruba bocsájtotta, és megvásárolta a területet, és az elgondolása szerint kivitelezte a halastavat, és egy olyan rendszert rakott le, ami mai napig működik, és amit megváltoztathatni sem lehet, mert akkor a természettel szembe megyünk. Annak idején, amikor létesítette, mekkora területen volt ez a halastó, és mekkorán van ma? Ez a halastó jelen pillanatban 5 hektáron van, akkor gondolom, hogy olyan 3 hektár területen lehetett, lehet 4-en. A 70-es években bővítve volt az állam által, tudnilik az államosítás vége felett, 52-ben talán kényszeradománnyal az államnak kellett ajándékozza a halastavat, amit a rendszerváltás után az örökösök visszaszereztük. Milyen halat lehet itt fogni? Csak pisztrángot, vagy más is van a tóba? Itt Vármezőbe 2 fő fajnak van a tenyésztése. Az igazi ipari mennyiségű haltenyészet a szivárványos pisztrángon. A kollektivizálás megtörténnivel édesapám is bekapcsolódott a halászatba, úgymond, és a kollektív költségén létesítettek egy ponty tenyészetet, ami ma is működik, és ez párhuzamosan van a jelenlegi vármezei pisztráng tenyészettel. Sporthorgászok járnak, ponty, kárász, és harcsa is van, mert az egyik vármezei horgász dicsekedett, hogy több mint 18 kilós harcsát fogtam. Gondolom, hogy van valamilyen szabály, hogy azért bármekkora halat nem lehet kiszedni. Már nem a nagyra gondolok, hanem kicsire, hogy azért az állomány megmaradjon. Persze, ez úgy történik szervezett módon, hogy a pisztrángtenyészetben történik a hal termelése. Az értékesítés az úgy van megszervezve, hogy a halászcsárta mellett ki van alakítva horgászó lehetőség, és ottan a méretes harakot horgászákot ki a turisták, nem beszélve a sűrpisztráng, az a konyha dolga. Az már egy márka itt Vármezőn. Mindenhol ismerik a vármezei pisztrángot. Igen, mert ugye Vármezőbe a vármezei pisztrángot eszik. És a vármezei pisztrángot még Szovátán is meg lehet találni élő hal eladása formájába. Milyen folyó vagy milyen patak táplálja ezt a tavat? A Nyárád? Mi itt vagyunk a Nagynyárád völgyibe. A Nagynyárád 2 ágból tevődik össze, a Kiság és a Nagyág. A Kiság a bal ága, ez táplálja a halastónak azt a részét, ami az ősi halastó, úgymond, tehát erre a vízre építette nagyapám a halastavat. Most mind a 2 ágából a víz be van vezetve, és az egész Nyárád vize táplálja a halastavat. A halastó például a medvétől védve van, vagy időnként azért ő is elmegy halászni? Itt nem halászik a medve. Nem, nem. Árok, árok, de mi árok, nem volt.
Géza vagyok, a Nyárádrámatai Közbirtokosság elnöke. 2016-tól azelőtt más volt az elnök, minden három évben újra válasszák az elnököt, következő három évben nem biztos, hogy én leszek. De miért választják ilyen sűrű? Mert van, ahol kezdetektől ugyanaz az elnök. Van a közbirtokosságnak egy belső szabályzata, ami azt írja elő, hogy minden három évben újra kell választani a vezető tanácsot. Maradhat is, de hogyha az emberek úgy gondolják, akkor mást is választhatnak. A területünk jelen pillanatban 1227 hektár erdőnk van, és 672,5 hektár legelünk, amiből 300 hektár ki van adva bérbe magángazdáknak, hogy segítsük a helyi gazdákot, és 150 hektáron a közbirtokosság gazdálkodik. Van, amiből gazdálkodni? Milyen az erdő? Tudnak-e pénzt csinálni belőle? Igen, van. Nagyon jövedelmező, ez látszik is a közbirtokosságon. Mikor a közbirtokossághoz kerültem, visszamentem a magánerdészettől az állami erdészethez, ahol egy nagyon előnyös szerződést készítettünk, így nekünk nagyon előnyös és jó. A fát azt hol tudják értékesíteni? Vannak itt közelben fafeldolgozók, akik megveszik, vagy az veszi meg, aki többet ígér érte? Hát igen, az veszi meg, aki többet ígér érte. Jelen pillanatban mi nagyon sokat adunk a közbirtokossági tagoknak. Erre fektessük a hangsúlyt. Azon kívül van egy nagy vállalat, aki megveszi a cellulózfát, meg van egy kis vállalkozó, aki megveszi a rönköt, úgymond. De a rönköt azt nem csak egy személynek, hanem aki jobb árat ad, annak folyósítsuk. Milyen minőségű ez a fa? Bútornak jó, vagy csak tűzifának? Ennek 80%-a körülbelül tűzifa. Inkább azt is bélyegeztessük, mire arra van legnagyobb szükség. Tavaly is közel 6000 méter fát adtunk ki az embereknek, az idén az még nőtt. Több mint 8000 méter lesz az idén kiadva. A rönkörről, tehát maga a műfáról beszélve, mondjam azt, hogy ilyen közepes minőségű. Abban mindenféle van. Kevés, lényegében az, ami nagyon-nagyon jó minőségű, első osztályú, az nagyon kevés. Egy 5% ha lényegében. A többi az, mint másodosztályú rönk. Itt a környéken van olyan bútorasztalos, aki önöktől vásárolja az alapanyagot? Bútorasztalos direktben nincsen, mert ugyebár mi rönkül adjuk el, nincsen fűrésztelepünk, de azok, akik megvásárolják, átlagban mind olyanok, akik fűrészárut készítnek belőle, és azok normálisan, hogy igen. Említette, hogy nagyon sok tűzifa kerül a tagokhoz. Itt fával fűtenek? Itt nincsen gáz? Nincs. Ezelőtt 10 éve, nem tudom pontosan, volt egy projekt, ami szerint a gázt felhozzák deményházáról, de valami miatt nem történt meg, és ezért nincsen gáz. Tehát itt jelen pillanatban remeteközségben nagy része fával fűt. A tagságot mindenképpen kielégítsük. Egy hektár után megkapja az évi járalékot, amit ingyen kap, és azon kívül 80 lej plusz TVA-ban vásárolhat még méter fát. Egy átlagos gazdaságban 20 méterig. A fatolvajokkal kell-e küzdködjenek? Vagy itt sem lopnak, hanem szereznek az emberek, hogyha szükségük van rá?
Eleinte nagyon sok gondunk volt a fatolvajokkal, szerencsére a rendőrség mellénk állt, plusz amellett rengeteg vadkamerát vásároltunk, aminek segítségével annyira leszűkítettük a lopást, hogy mondhassuk azt, hogy nem is lopnak. Tehát maga a közbirtokossági erdőkbe. A többi részen pedig nem tudok mit mondani. Újra erdősítésbe vagy új erdőrészek telepítésében gondolkodnak-e? Igen, például a tavaly 1,8 hektár területet ültettünk be. A tavaly előtt ősszel kivágtunk egy olyan területet, ahol nagyon nagy volt az aljnövényzet, ott a saját magát újra veti. Ezen kívül a fiatal erdőkben gyérítéseket végzünk és gondozzuk. Széltörés volt az utóbbi időben? Igen, volt, nem nagy károkot okozott, kisebb mennyiségű fákról van szó, de azt minden évben vagy a következőben igyekszünk kiszedni, azért, hogy ne károsodjon a fa, legalább 10 fának legyen jó. Amikor kitermelnek az erdőből, akkor ezt a közbirtokosság teszi, vagy az a cég, akinek majd eladják a fát? Nem, ezt a közbirtokosság csinálja. A közbirtokosságnak jelenleg 15 erdei alkalmazottja van, aki az erdőn dolgozik. 2 távja van, 2 traktora van. Van egy röngszállító autónk is, amivel leszállítsuk normálisan a fát. Tehát a tagoknak is, másnak is szállítunk, de csak a közbirtokossági fát. Az alkalmazottak azok vármezőiek, vagy a község területéről van? Csak a község területéről van, van Mikházáról, Köszvényesről, Remetéről, Vármezőből vannak alkalmazottak. Ahol közbirtokosság működik, ott általában a közösségi épületek, meg minden, ami a közösséghez tartozik, az úgy pontra van téve, hála a közbirtokosságnak. Kell-e sokat jótékonykodjanak itt Vármezőn? Többször jótékonykodott az egyház felé a közbirtokosság. Tavaly is volt egy ilyen jótékonyság, amivel a nyáradremetei temetőházat rendbe raktuk. Nem csak a közbirtokosság járult hozzám, hogy hozzájárult az egyház, és hozzájárult a tanács is. Az iskola épületének a rendbetétele az kire hárul? A közbirtokosságra, vagy az is ilyen közös bedobással működik? Csak a helyi tanács, mi ilyen részre nem adományoztunk. Fiatal emberrel beszélgetünk, és ahogy így elnézem, olyan jól megvan itt Vármezőbe. Sosem gondolt arra, hogy külföldön próbálni szerencsét? Vagy szereti az erdőt, szereti a természetet, és ebből is meg lehet élni sok munkával? Voltam, 90-ben magyarba dolgoztam, de sok gondom volt miatt, hogy ugyebár itthon Romániában magyarok vagyunk, kint Magyarországon pedig románok vagyunk. Sokszor nem tudtam ezt elnézni nekik, mert én úgy érzem, mivel hogy a nevem is magyari, sokszor jobb magyar vagyok, mint ők, de attól eltekintve nem voltam megelégedve a magyarország élettel. Én sokkal jobban szeretem Erdélyt. Amikor nem a közbirtokosságnak az ügyeit intézi, akkor mit csinál? Itt a ház körül tesz vesz, mert gyönyörű szép gazdaságban beszélgetünk, szép rendezett az udvar, gondolom, hogy ez is az ön ízlését dicséri. Az a helyzet, hogy a közbirtokosság felemészti a napjaimat, hétvégeken inkább vagyok. Azon kívül még van 2 cégem, cégtulajdonos vagyok, amiben még van sok tennivaló. Milyen irányú a tevékenység? Az egyik az az ékszerészettel foglalkozik, és a másik munkagépek bérbeadásával. Az autópályáknál dolgozgatunk. Nagyon sokan turizmussal próbálnak foglalkozni. Hogy látja, mennyire ad munkát a mai fiataloknak? Mennyire tartja itthon a turizmus, vagy az itteni vendéglátás a vármezői fiatalt? Hát a fiatalokat nagyon nehéz itthon tartani. Van egy olyan gond, ugyebár a munkaerő nincs megfizetve. Nyugaton több munkával, de több pénzt is keresnek. Nekem sokan azt mondják, hogy jó-jó, anyagilag megéri, de akkor a család sínli meg, a baráti kapcsolat sínli meg, és akkor néha mérlegre kell tenni azt, hogy most mi a fontosabb. Igen, átlagban az egyedülállóak vannak külföldön nagy részben, aki családos, az legtöbb itthon van. És mondja azt, hogy a cégek azért elég sok gonddal küzdködnek ilyen szempontból, mert kevés a munkaerő. Tehát itthon is kevés a munkaerő. Igen, és legtöbbször vándorlás van abban a kevésben is. Ilyen gondokkal küzdik-e a cégen belül? Voltak ilyen gondjaink, vettem fel 6 munkást erdőkitermelésre, és így most jelen pillanatban nincsenek ilyen gondok, de nem is szeretnénk sokat felvenni. Úgy gondolom, hogy nekünk ilyen 15 erdei munkás az így megfelelő. Lesz jövő itt Vármezőben, hogy látja? Lesz jövője. Mindig lesz jövője. A turizmusnak is lesz, és aki szereti Erdélyt, annak mindig lesz jövője. A Marosvásárhelyi Rádióban falu műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Sárga világban és szakítanának, mit mondanál Erzsi, ha elhagynának? Azt mondanám, verjen meg a teremtő, mert nem voltál igaz szívű szerető. Ágos bogason jó van rajtazzik, ha volt iszom, feleségem haragszik, megölel.
elcsókolom, mindjárt is semmi baja. Piros kancsó, piros bor, mindjárt rám kerül a sor, iszom a bort, ölelem a babámat, hogy ne tartsom már szeretőt magának. Végem olyan asszony kell, a beteg is, kelljen fel és bőgsze meg a vacsorát, vacsorával várja az ajazolát. Piros kancsó, piros bor, mindjárt rám kerül a sor, iszom a bort, ölelem a babámat, hogy ne tartsam már szeretőt magának. Iszom a bort, ölelem a babámat, hogy ne tartsam már szeretőt magának. Moldovai Sándor vagyok, vállalkozó. Milyen vállalkozni itt Vármezőn? Nem könnyű, mivel hogy nagyon rövid a szezon. Effektív májustól szeptember végé, október elejéig van, amikor igazából vendég van, és turizmus szempontjából is. Többi az eléggé gyenge időszak. Honnan érkeznek a turisták? Nagy rész Magyarországról, Romániából is rengetegen. Visszatérő vendégek? Igen, sok a visszatérő egyébként. Akkor azt jelenti, hogy egy fél év alatt dolgoznak egy évre, és akkor nagyon tömény ez a májustól őszig tartó időszak. Igen, ez a legnagyobb probléma egyébként, hogy működünk egész évben, de viszont amikor igazából azt lehet mondani, hogy vendég van és profitálni lehet, az még fél év se. Többen foglalkoznak turizmussal itt Vármezőn. Egymásnak konkurenciát jelentenek, vagy kiegészítik egymást? Senki nem konkurenciája, az én véleményem szerint. Hát mindenki nyújtsa azt a vendégnek, amilyen van neki. Ha a vendégnek azt tetszik, akkor az nem konkurencia. Mindenki ugyanazt nyújtaná, ugyanabban a minőségben, akkor talán beszélhetünk konkurenciára. De így ebben az esetben én abszolút nem látom konkurenciának senkit. Úgy Vármező, mint a környéken se. Ahogy telnek az évek, egyre igényesebbek a turisták, vagy egyre finnyásabbak? Is. Nagyobb a követelmények, nagyobbak az igények, emiatt muszáj tartani a lépést, mert ha nem, akkor nagyon lemarad az ember. Úgy a szolgáltatás terén, mint a szállás muszáj színvonalat nyújtsáj, mert ha nem, lemaradsz nagyon. Ilyen rendkívüli igényekkel érkeznek? Előfordul néha, de nem annyira veszélyes. A turistáknak a programját meg kell-e szervezni, vagy ők megszervezik maguknak? Hát van, hogy segítünk a szervezésbe, van, hogy előre leszervezett programokkal jönnek már, vagy együtt szervezzük le az egész csapatnak akár heti programot, ha arról van szó. Összetudnak dolgozni mondjuk a parajdi, a szovátai vendéglátósokkal? Úgy ajánlanak egymásnak vendéget? Igen, vendég szempontjából is, és program szempontjából is. Tehát ez egy olyan dolog, az a turizmus itt a környéken, ami a szovátai és vonzás körzetében van, hogy ha nem tudunk összedolgozni, és nem fogunk össze, akkor nem lesz ebből semmi. Én önállóan hiába próbálok meg bármit elkezdeni, ha nem tudok többiekkel összedolgozni, akár szováta, akár parajt, akár programterén, mert akkor nem működik a rendszer. Hogyha például nálam teltház van, akkor ajánlom a falustársnak, vagy ő ajánlja nekem? Persze. Tehát semmi további nélkül, hogyha nekem bárhol teltházon, akkor meg fogom még segíteni a vendégnek is, hogy akkor keresünk neki valahol szállást. Tehát ez normális dolog. Azért mondom, nem konkurenciáról beszélünk, tehát próbáljuk meg kiszolgálni a vendéget, és a vendég jól érezze magát, ez a lényeg. Hogyha ez működik, akkor nincs semmi gond. Jó látni, amikor fiatalok azt mondják, hogy itthon is meg lehet élni, igaz, hogy nagyon sok munkával és kevesebb pénzből, de azért itt is van élet, nem kell mindenkinek külföldre elmenni. A jövője a turizmusnak nem igaz, hogy nem. Nagyon hiányzik ugye Románia szinten az autópálya, mert az nagyon meglendíteni a turizmust, úgy Vármezőt, mint környékét, ugye Szovátát, stb. Tehát nagyon hiányzik az autópálya. Bármelyik irányból, hogyha a vendég elindul és tervez, ne kelljen 8-10-12 órát utaznia és 40-50 ezer gyögni végig az úton, hanem tudja azt, hogy van neki egy 5 órás útja, azt levezette, és minden rendben van. De az egy jó pont, hogy például a letérőtől egy nagyon jó úton lehet feljutni Vármezőbe. Így van, de az útnak a minőségében nincsen gond tényleg most az utóbbi években. Csak maga az, hogy aki nyugatról érkezik, és tegyük fel, előtte van 1000-1500 kilométer, annak nehéz. Nyári szezonban Szovátától Vármezőig jár a turista vonat. Volt-e arra példa, hogy vonaton érkeztek a turisták? Vagy most mindenki a kényelmet nézi, és akkor személyautóval érkezik Vármezőbe? Volt, hogy vonattal is feljöttek Attila segítségével a Safari Tourszal, mert várták a vonatállomásba, és felhozták őket az étterembe. Volt rá példa. De az általában autóval jönnek az emberek. Munkaerőhiánya küszködnek-e? A személyzet az cserélődik-e? A munkaerőhiány nem igazán, a minőséggel van baj, tehát dolgozni mindenki szeretne, csak az a helyet, hogy a mai vendéglátásban minőséget kell nyújtsálna. Ehhez van viszont nagyon kevés ember. Gondolok például pillanat a nyelvtudásra például. Magyar vidéken vagyunk, nincs honnan tudjanak románul, és például most román vendég leül az asztalnál, akkor minimum az ő nyelvén szólalunk meg. Ez kicsit hiányos, de lassan kialakul minden, reméljük. Meddig lehet ezt csinálni? Ilyen lendülettel, ilyen lelkesedéssel? Lehet, nem igaz, hogy nem. Rengeteg energiát felemészt, lehet csinálni. Szifa gyeplőt, szerelek a
mert aki volt, úgy meguntam szebbet jobban akarok én keresni. Dobom olyan lefelé följe a szél, ha meguntál, nem muszáj, hogy szeressél. Rég megmondtam, kis angyalom, ne szeress. Szilágyi Andrásné, Berta néni vármezőből. Mivel telnek a mindennapok, Berta néni? Tavaszt őszig, kinn a kertbe, az állatokkal, télen pedig szeretek varni sok-sok székelyruhát, kislányoknak, még fiúcskáknak is. Van sok állat, van amit kurálni? Már nem nekünk való sok állat, de annyit tartunk, hogy tudjunk értékesíteni füvet, pityókát a disznónak, csirkét, majorságot, házi tojásunk legyen, házi tejünk legyen. A féle házi bolondok vagyunk. Hogy ne kelljen menni az üzletbe mindenért, igen. Ehhez szoktunk. Igen, igen. A tejet, a tehénkétől feldolgoz, akkor vajnak? Nem dolgozom, mert ugye, hogy nincsen sok helyen tej, hát így flakonoljuk, eladjuk, vannak helyek. Aztán mikor marad, még csinálok egy kicsi ilyen házi sajtot belőle. Az állatoknak azért kell gondolkodni télire is takarmányból. Kaszálni az idén kellett-e sokat? Kéne, hogyha lenne jó idő, hogy száradjon is közbe. Minden egyben le kell kaszálni, amit télire kell a tejennek. Aztán a kicsi kaszagéppen még csoszkorászik az uram, de hát... És kézzel takarja? Kézzel takarunk még. Gerebjéves, ahogy lehet. Régebben bizonyára kalákáztak is ilyenkor, a kaszáláskor, meg takaráskor. Ezt ma meg lehet-e oldani? A szomszédokkal tudnak-e társulni, vagy rokonokkal? Ilyesmit már nem lehet. Ez már elmúlott. Szomszéd ki is van, vagy 2-3 kempinges városi szomszéd, idősek, és kaláka, hát az akkor volt, amikor még otthon voltunk gyermekek, és nagy volt a család, minden munkát fedezett a család, szóval kitőtt a munkaerő, és jó volt, olyan jó volt, annyi sokat takartunk, szedtük a töröbúzát össze, hántottuk a csűrbe, felraktuk egészen az állásig, azok elmúltak. Hát a munka is jó volt, de milyen jókat lehetett enni a mezőn? Jókat, pláne ha jó éhések voltunk. Aha, mert hát olyankor sokkal jobban esik az étes. Még a szalonna is jobban csúszik, ugye? Jobban, jobban. Most is csúszik, én most is nagyon szeretem. Én ha egy ideig nem eszek szalonnát, úgy érzem, hogy na most már én azt muszáj egyek. Mi vágunk disznók minden évben, szoktunk még eddig, úgyhogy azért lassan elfogy minden. Azért itt van az eltevések ideje is, hát, tehát kaszálás, meg állatgondozás mellett azért a háziasszonynak van tennivalója a konyhán is. Van, jócskán van. Mindent el kell rakni télire, szóval az már egyre strapásabb. Azért megcsináljuk, mindig elfogy. És ami fölösleg, elosztogassuk, s odaadjuk, s nesze, neked is marad, nekem is, úgy szoktunk. Említette, hogy télen még var. Szőnek is, még készítenek ilyen terítőket? Mert látom, hogy ezért itt van ronyszőnyeg is, vannak terítők is, amit használ. Ezeket még mindig frissítik, készítik, vagy ez még a tartalékból van? Én még székelyruha vásznak is nagyon sokat szőttem fel, is dolgozom kislány székelyruhának, de már azért most olyan jól lehet kapni készanyagot. Szóval hamarabb melyen, na. Na de ez még sem olyan, mint a, hát a házi. Olyan műanyag, hogy ordít, de hát a külseje szép piros, fekete csíkos, megfelé. Az alapanyagot az honnan tudja beszerezni a cérnát? Mert itt a székelyruhánál azért számít, hogy ne fogják egymást a színek. Persze, azért nem fogja, mert a piros-feketével szőttük, az azért úgy nem fogja meg. Gyapott kell legyen a cérna, az alapanyag. Aztán hosszú művelet az, jaj, amíg a cérnából vászon lesz. És amíg székelyruha lesz. Amíg még kész lesz, igen. Milyen székelyruhákat készít, milyen tájegységnek a népviseletét? Inkább úgy a parajdi felé menjünk mi. Csak a piros-fekete csíkos, van, amikor kötén kihímezzük, vagy a tulipános mintával, vagy csak csipkésen. Mi nem vegyítsük a zöldes, kékkel, hanem a piros-fekete.
ezt szeressük. A megrendelő hozza az alapanyagot is, vagy a vásznat azt megszövik itt, és akkor ő csak elmondja, hogy neki most ilyen meg olyan kell, ilyen méret, olyan méret. Igen, azt én szoktam beszerezni, mert bársony szallagtól kezdve gyolcsig, ugye csipkéig, akkor nem olyant hoznak, nem megfelelő. Azt, hogy mikor emlék vásárhelyre, olyankor beszerezem, hogy legyen tényleg milyen dolgozzak, és akkor aztán feldolgozzuk. Jön egyik, jön a másik, hogy neki egy ekkora leánkája van, akkor már a másik mert ballagni, kicsengetésekre, ilyesmikre. És amúgy is most már szeretik, hogy legyen saját mindenkinek az én, mert az én kölcsönkérés az elmúlt a divatját. Sokba kerül egy székelyruha? Időben, hogy elkészítse, de úgy anyagilag is. Mindenféleképpen belé kerül. Időbe is, türelemmel, és anyagilag is. Szórakozásra mikor jut idő, hogyha reggeltől estig dolog van itt a ház körül? Hát már azért az idősek le kell szokjanak arról, a szórakozásról. Szerettem nagyon a nőklapját olvasni, könyveket is, de csak inkább télen. És aztán a televízió, ez a szórakozás. És a Marosvásárhelyi rádiót is hallgatják. Hallgassuk, azt hallgassuk, igen. Vannak kedvenc műsorok? Vagy mindent hallgatnak, amit közvetítünk? Persze, bekapcsoljuk, és aztán menjen. Mikor, hogy jön sorba. Jó adások vannak, szeressük, igen, a rádiót. Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen. Amíg egyszer legény lennék, megnézném, akit elvennék, megválasztanám a leány, mint a zacskóban a dohány. A dohánynak a szálosság, a leánynak a bókosság, a dohánynak a szálosság, a leánynak a bókosság. Említettük, hogy nagyon sokan turizmussal foglalkoznak, vendéglátással foglalkoznak. A fiatalok itthon maradnak-e, tovább viszik-e ezt a vendéglátást, vagy Vármezőre is jellemző kezd lenni az, hogy sokan külföldön próbálnak szerencsét, aztán legfeljebb hazajönnek. Ha használhatok egy olyan mondást, nem tudnám idézni, hogy ki mondta, hogy ha feltárul a lehetőség ablaka, ne húzd le a redőnyt. Személy szerint és a családunk a rendszerváltás után hallottunk egy riportot a Kossuth Rádióba az osztrák falusi turizmusra, és a vég összefogó mondat volt számomra az egyik legfontosabb, és ami nagyon meg is ragadott, hogy akkor azt mondta a riporter, hogy Ausztriába egy egyágyas szoba több hasznot hoz, mint egy osztrák fejőstehén. Tehát így mi belekapcsolódtunk, folytassuk mai napig. Persze, hogy az idő teltével mások is belekapcsolódtak. Nagyon szépen kinőtt az általános falusi turizmus, de azért az első helyet a pisztráng turizmus viszi, mert ez van Vármezőben. Hazaiak vannak többen turistákból, vagy inkább a külföldiek? A turizmusnak több formája működik itt. Létezik egy természetjáró turista fogadás, aminek mi is egy fogadópontja vagyunk. Ez egy 9 napos természetjáró turista csomag, ami kezdődik Marosvásárhelyen, Rigmány, Nyárádmagyarós, Vármező, Jobbágyfalva és Maros-Szentgyörgyön a Sósfürdőnél ér véget. A másik turizmus, tehát a vendéglátó turizmus, ami persze a pisztrang körülforog, mert tudomásom szerint a 90%-a az eledelnek, amit elfogyasztanak, a pisztrang. És a pisztrang a turista csali Vármezőbe. Közigazgatásilag Nyárádremetéhez tartoznak, és nagyon jó az út, meglepően. Az infrastruktúra is ki van építve, akkor ezek szerint? Az aszfalt 7 éve biztos, hogy van, már megtörtént a megerősítése is az aszfaltak.
mert első ízben megjelent az aszfalt lerakó gép, és senki nem tudta, csak láttuk, hogy húzzák az aszfaltot. Most a vezetékes víz le van fektetve, az működik a faluba, a csatornázás gondolom, hogy következni fog. Lesz jövője itt Vármezőben a gazdálkodásnak, a turizmusnak? Hát ez egy olyan velős kérdés. Lévén optimista, beállítottságú emberek vagyunk, hát gondoljuk, hogy fejlődni fog, és inkább tökéletesedni, mert mindjárt nincs hova terjeszkedni. Terjeszkedni nem lehet, hanem fejleszteni kell. Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Vármezőn készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Lokodi Gergely vállalkozóval, Lokodi Erzsébet vendégfogadóssal, Lőrinc Miklóssal, a Hőlégballon Fesztiválok szervezőjével és Szilágyi András bácsival még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra. Sűrű csillag ritkán ragyog az égen, az én babám sarjút kaszál a réten, olyan szépen tengedi a kaszáját, oda várja estére a babám. Piacon rózsátárul egy asszony, azt egy legény megvette, megvette, kalapjába feltette, feltette. Ez én uram, gulyába, gulyába, veli buta, burjába, burjába, felesége utána, utána, magas tárú csizmába, csizmába. Feleségem szép volna, jó volna, harag szája nem volna, nem volna, három halma sorjába, sorjába, belefél a szájába, a szájába. Édesfogad, te veled, te veled, légy beszélni, se lehet, se lehet.